szapocskok, káposztás szapocskok. Az üstben rotyog a finomság, és mindenki jó ízűen falatozik a hagyományos kétnapos nyíregyházi gasztrofesztiválon. Lapcsánka a kezemben, amott káposztás szrapacska, meg túrós, meg töltött káposzta, és itt a séf. Jönnek az emberek enni, és olyan jó eső érzés, amikor hozza a skutelláját. Ugye évek óta mi ugyanazt főzik, picit mindig változtunk rajta. Nagyon hálás a közönség, mert vissza, és megköszönöm, hogy köszönöm, hogy nagyon finom volt megint. A színpadon közben a Forfordance táncosai járják a rigmust, mindjárt ők is kóstolnak velünk. Fiatalos és lendületes város, és nem csak a belváros, a Kossuth tér ad egy ilyen kis intim, idilli hangot. A legfőbb turisztikai attrakciónk az nekünk Sóstó. Nyíregyházán pillanatok alatt a turista a Dínok földjén találhatja magát. Beköltözünk a szállásra. Repülünk az életfa gyökerétől a koronájáig. Ha elhagyja a turista a szobáját, és sétál egy kicsit, egyből a nyíregyházi állatparkban találja magát, ahol élőben is láthatja mindazokat az állatokat, amelyeket itt megfaragtunk. Majom, farkas, lajhár. A tetmestől csak egy lépés, lajhár. Ez pedig már a Benchville, egy egészen más hangulat, a kultúra és a fények vára. A megújult nagypolgári környezet zenei, kulturális rendezvények színhelye. Éppen a színházak éjszakájára próbál a Móricz Zsigmond Színház zenei vezetője. A nyíregyházi hírességek, vagyis a Forfordance művészei igencsak megéheztek a színpadon. A birka hússal készült, külesre van töltve. Meg lehet tejfölre is bolondítani, de szerintem így magában is nagyon-nagyon-nagyon jó. Persze a gasztrofesztiválra a helyi termelők is kihozták a finomságaikat. Berkenye, fekete ribiz, zöld dió, birsalmalekvár, lépesméz,